új játszóudvar Balsa központjában. A Magyar Falu pályázat nem csak ilyen jellegű fejlesztésre adott lehetőséget a településen, a község temetője is megújult. A lakossági igényekhez igazodva egy új mobilurnafal kapott helyet a nemrégiben átadott ravatalozó mellett. További pályázati forrásból pedig a komp is zavartalanul működhet, hiszen folyamatosan karban tarthatják. Emellett tavaly a szociálisan rászorultak is számíthattak az önkormányzat segítségére. A polgármester asszony elmondta, a 2023-as évre is megvannak már az előre ütemezett feladatok. Azt gondolom, hogy természetes velejárója egy falunak, hogy azok a szokások megmaradjanak, és újakat is alakítsunk ki, ezért azt gondolom, hogy a régi temető és annak a területén szintén akár egyházi támogatással, pályázatokkal egy új urnafal jöjjön létre. A faluban pedig még azt gondolom, hogy az új utak tekintetében, amelyet az elmúlt években 7 utat újítottunk fel, még mindig van lehetőség. 2 olyan utcánk van még, amelyre benyújtottunk tavaly pályázatot, de nem volt sikeres, reméljük, hogy ebben az évben ezek az utak is elnyerhetőek pályázati tekintetben, és a jövőben ezek megvalósulhatnak, hogy aszfaltos vagy valamilyen más köves megoldással, de megújuljanak. A polgármester asszony arról is beszélt, mi minden áll rendelkezésre az elmúlt évek munkájának köszönhetően a községben annak érdekében, hogy az itt élőknek megkönnyítsék a mindennapjaikat. Egy élhető falu Balsa, 700 fős lakosságával a mostani adatok szerint azt gondolom, hogy intézményi ellátottsági szintje is megfelelő, hiszen helyben, bár nem praxisban, de házi orvos rendel minden nap, úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy dolog. Az önkormányzat helyben biztosítja a vérvételt, ez azt jelenti, hogy minden héten nem kell elutaznia Ibrányig a balsai lakosoknak, hanem itt helyben megtörténik ez, és a falubusz segítségével, a falugondnoki szolgálat segítségével valósul meg. Ez 2022-től nem említettem még, de egy új szolgáltatás szintén Balsán. Az ide látogató a település központjába érkezve látja, hogy egy rendezett, innovatív kis településen van. A kultúra ápolását, a helyi értékek megőrzését fontosnak tartják, és a közösségi szerveződés lehetőségeként élik meg. Önkormányzati indítatásból is látjuk, hogy Petőfi Sándor azért a falusi életnek meghatározó költője mindig, és egyre többen szavalnak Petőfi verseket, és ezért mi május 2-ára egy szavalóversenyt is hirdettünk, ahova a gyermekek is, felnőttek is jelentkezhetnek. Aki szereti a csendet, a természet közelségét, az ideális otthonra lelhet Balsán. Bizakodva néznek a jövőbe, és igyekeznek a települést az infrastruktúra és a kultúra tekintetében is töretlenül ápolni.